Az eseményen a gimnázium mögötti téren Kossuth Lajos mellszobránál, Ecker Robert alkotásánál Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és könyvtár igazgatója elevenítette fel a reformkori ellenzék és az 1848-49-es szabadságharc vezéralakjának politikai pályafutásának a legfontosabb állomásait. A beszédben többek között elhangzott, hogy Kossuth Lajos részt vett az 1832-1836-os pozsonyi diétán, ahol az országgyűlési tudósításokat szerkesztette és a reform ellenzékkel szimpatizált. Szerkesztője volt az ellenzék legfőbb szócsövének, a Pesti Hírlapnak. Ennek a lapnak alsábjain folytatott éles hangú vitát gróf Széchenyi Istvánnal, aki azt vetette a szemére, hogy túlzottan harsány hangvételével és türelmetlenségével forradalomba és véres pusztulásba taszítja a nemzetet. Kossuth az első felelős kormányban pénzügyminiszterként a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta, az általa bevezetett pénz, a Kossuth Bankó pedig a szabadságharc bukásáig alkalmas volt a kormány kiadásainak a finanszírozására. Kulcs szerepet játszott az Országos Honvédelmi Bizottmány életrehívásában, amely sikeresen szervezte a honvéd seregek toborzását, a toborzó nóta Kossuth nóta lett. A Dunavölgyi Népek Konfederációjának korszakalkotó gondolata lett a politikai célkitűzése, amiért sokat szónokolt Európa számos országában az emigrációban töltött évtizedek alatt. A magyar történelemben alig akadt olyan politikus, akit 1894. március 20-ai halála után olyan tisztelet övezett volna, mint amiben Kossuth Lajos részesült. Az államférfi születésének 220. évfordulóján Szerencsváros önkormányzata nevében Nyíri Tibor polgármester és Ole Árné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző helyezték el Kossuth Lajos szobránál a tisztelet és az emlékezés virágait.